Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelettel köszönöm a meghívást, és az a feladatom ma este, hogy itt a Bokornagy táborban beszéljek nektek a zenről, és arról, hogy egyáltalán mire jó a meditáció. Ehhez tegyünk egy utazást az időben. Menjünk vissza körülbelül 2550 évet, ahol Észak-Indiában volt egy királyfi. Ez a királyfi nagyon sok mindent tanult, de rájött, hogy még semmit sem tapasztalt. És ezért ő 28 évesen a tapasztalat ösvényére lépett, és elérte azt a felébredést, amely miatt ma is, itt is, és az elmúlt 2500 éven át nagyon sok más helyen is összejöttek az emberek, és beszélgettek az ébredésről. Mi tehát a felébredés? Ismét a Sákjamuni Buddha klasszikus idejébe visszaugorva egy olyasféle nagyon régi módszerhez folyamodtak, amit úgy hívnak, hogy elmélyedés. Az elmélyedés, szanszkritul gyána, azt jelenti, hogy tapasztalok. Ebben a pillanatban tisztán látok, tisztán hallok, tisztán gondolkozom, érzem, beszélek, cselekszem. Úgy tűnik, hogy ez nagyon egyszerű, és ezt mindenki tudja. Igen ám, de mennyire tudjuk a tényeket és a véleményeket megkülönböztetni? Mennyire tudjuk az illúziót és a valóságot megkülönböztetni? Mennyire tudjuk a helyest és a helytelent megkülönböztetni? És mivel mindannyian tapasztaltunk már szenvedést, hibát, kellemetlenséget, nélkülözést, fölösleget, ezért láthatjuk, hogy a tudatunk nem minden pillanatban tiszta. Ezért az elmélyedést fogjuk fel egyfajta minőségjavító tevékenységnek, szanszkritul gyána, ezer évvel később Kínában csanna, utána csan, japánul zen, koreaiul son. A szó szerinti jelentése a dolgok eredeti természetének megtapasztalása, a szavak eredeti értelmének a megértése, úgy látni a világot, ahogy van, igazi önvalónk megtapasztalása, ez mind benne van az elmélyedésben. Tehát merj csendben maradni, és tapasztald ennek a pillanatnak a tisztaságát. Ha félre mered tenni a saját dualisztikus gondolkodásodat, akkor egyé válsz, mert megszűnik az a fal, amit te vagy, az önképed vagy, a valóság és közted. Az ember nagyon érdekes lény, mert ugye minden fáról lehetett, de a jó és gonosz tudásának a fájáról nem kellett volna. Ezt modern szóval úgy hívjuk, hogy dualisztikus gondolkodás. És amikor elkezdtünk hinni az abszolút értékű jóban és rosszban, akkor elkezdtük az elgondolásunkat ráerőszakolni a világra és egymásra. És ekkor a valóságról alkotott kép elkezdett különbözni a valóságtól. A másik emberről alkotott kép elkezdett különbözni annak az embernek a valódi természetétől vagy tulajdonságaitól. És az elmúlt 2500 évben nagyon sokszor próbáltuk a valóságot hozzáigazítani az elméleteinkhez, a kettősségre szakadt gondolatokból felépített véleményeinkhez, és nem fordítva. Nem a véleményeinket akartuk félretenni, nem az igazságot akartuk megismerni, amely már a mi gondolkodásunktól független, amely már úgy van, hanem a valóságot szaptuk, vartuk, ahogy hamupipőke nővérei szerették volna a lábukat beleilleszteni abba a bizonyos cipőbe, de valahogy mindig véres lett. Mi tehát a szenvedésünk oka, hogyha szenvedünk? A szenvedés oka azon ragaszkodás, azon hamis azonosulás, azon kapzsiság és dű, amely által egymást szenvedtetjük. És ezzel magunkat is.
Ez mind abból a dualisztikus gondolkodásból fakad, amelyet az előbb azzal a kerti példával idéztem. Legyen szó áhítatról, imáról, meditációról, valamilyen lelki gyakorlatról, érezzük, hogy valamit bennünk, magunkban javítani kell. Ha nem tesszük, akkor nem járhatjuk az utunkat. Nem teljesíthetjük be sorsunkat. És ekkor a kitűzött maximák alatt maradunk. Nagyon érdekes az ember, mert testből, lélekből és szellemből vagyunk összegyúrva, egy nagyon mullandó testből és egy olyan tűz lélekből, amely az örök létre vágyik, amely a tökéletességre vágyik, amely a szabadságra vágyik, és elég pár évet, vagy esetleg egy-két évtizedet élni ebben a testben, és rájön, hogy ez nem lehet. Erőteljesen feltételhez kötöttek vagyunk, nagyon hamar meglátjuk mások és magunk tökéletlenségét, magunkét később, ugye? És látjuk azt, hogy a szabadságot azt nagyon infantilis módon fogjuk föl, ez eleinte az, hogy azt csinálok, amit akarok, utána rájövök a következményekre, és akkor a fejemhez kapok, hogy akkor én mit is gondoltam szabadságként. Ezt megtehetem egyénként, megteheted párkapcsolatban, megteheted családban, és meg kell tennünk csoportban, akármilyen nagy csoportra gondolsz. Ennek a csoportnak a hangulata nagyon jó. Olyan derűt és vidámságot tapasztaltam ma délután, amely nagyon ritka egy ekkora méretű csoportban. Akárhol is legyünk, a világ bármely táján. Tehát amilyen tudatállapotot behozol ide, amilyen lélekminőséget behozol ide, pontosan annyiban és úgy járulsz hozzá ennek a csoportnak a lelki egészségéhez. És ahogy a régi római mondás mondta, a te incipi, magadon kezd. Azt a munkát, amit belül el kell végezni a lélekben, azt a tudatosodást, amely az utunk lehetséges velejárója, senki más nem adhatja meg neked, csak saját magad. Kívülről kaphatsz tanítást, lehet tanítód vagy tanítóid, sokféle tanításba belenézhetsz, és nagyon sokféle emberrel gyakorolhatod együtt a tudat tisztaságát vagy a lélek megnemesedését. Mert ha nem, akkor olyasféle szokásokat, berögződöttségeket és hamis azonosulásokat követünk, amelyek illúziókként rakódnak a szemünk elé. Ezek az illúziók félrevezetnek. Honnan tudod? Jót akartál, de rosszul sikerült. Ez ennyire egyszerű. És akkor a jó is megváltozik, mint fogalom, meg a rossz is, és mindaddig nem teljes a kép, amíg magad meg nem változol, az a tudat, aki ezt a jót és rosszat létrehozta. Tehát az ébredések ugye nagyon sokféle szinten képzelhető el. Elképzelhető úgy is, hogy valaki bele van mélyedve a saját mobileszközébe, és a digitális világból fel kell ébrednie, mert neki ment egy lámpaoszlopnak az utcán. Láttunk már ilyet, ugye? Rosszabb, amikor vezetés közben követi el ezt valaki, ne kövesse el senki. Egy pillantás, és az autópályán mentél 150 métert, és nem tudtad, hogy hogyan. Amikor elvonatkoztatunk ettől a pillanattól, az lehet egy intelligens, termékeny abstrakció. Tervezhetsz, alkothatsz, nagyon sok mindent tehetsz azzal a tudattal, amely tényleg mindenre képes. De ha ezt a pillanatot elveszíted, mert ragaszkodsz az elvont gondolkodáshoz, vagy az érzelmek sokaságához, akkor nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, nem cselekszel és nem beszélsz tisztán. Ezért szükséges a tudat tisztítása. Eredeti tudatunkat képzeld el úgy, mint a tiszta tükör, mint a tiszta tér. Minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolsz, beszélsz, cselekszel, ebben a tudatban tükröződik. Ezt a tudatot nevezed el énnek, és ezzel megadod magadnak és másoknak a lehetőséget a tudatosodásra, az én valódi természetének a megtalálására. Ha viszont az én fogalmát úgy hagyod, ahogy van, ahogy beléd nevelték, ahogy a szokásaidból tanultad, akkor félrevezeted önmagad és másokat.
Mert összecseréled az önképeddel az igazi önvalóddat. Mint ahogy az Isten ismeretet ne cseréljük össze az Isten élménnyel, ahogy az Assisi Szent Ferencet nem lehet összecserélni senki mással, aki mondjuk csak tanított, de nem élt át olyat, mint ő. Azért fontos ez, mert a tapasztalatot nem pótolja semmi. És ez a tiszta, tükörszerű tudat, amely minden tárgyat nélkülöz, a múlt, jelen, jövő, jó és rossz dualitását és osztását nem tartalmazza eredetileg, ezt is lehet tapasztalni. Létezik illúziótól mentes állapot. Ez mindenkinek az eredeti lehetőségei közé tartozik. Ezt a lehetőséget hívják a zenben Buddha természetnek, vagy a felébredés lehetőségének. Úgyhogy ha ezzel élünk, akkor nem veszünk bele a nullákba és az egyekbe, nem veszünk bele abba a képbe, amit most mondjuk digitálisan alkotunk a világról és egymásról. A szívem szakad meg, amikor gyerekeket látok órákon keresztül egy képernyőre meredni, mert azt hiszik, hogy valójában kommunikálnak. Nem. Egyedül vannak, egy szobában, egy buszmegállóban, bárhol, és azt hiszik, hogy valakivel éppen akkor minőségi kapcsolatot tartanak, és ez nincs így. Tehát a virtualizált világgal semmi gond mindaddig, amíg nem cseréljük össze a való világgal, azzal, ami közvetlenül érzékszervekkel, nullák és egyek nélkül tapasztalható. Ugyanilyen, sőt erősebb a különbség az önkép és az önvaló között. Az az önkép, amit gondolatok, érzelmek, látás, hallás, szaglás, tapintás által tapasztalsz, összerakod egy személyiségbe, és azt mondod, hogy ez én vagyok, ez ugyanolyan különbség az igazi önvalóhoz képest. Tehát, hogyha mered lebontani ezeket az önképeket, akkor tapasztalod meg ezt a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot, amely túl van életen és halálon. Amely látja a születést és a halált, a testben létet és a testen kívül létet. Úgy tűnik, hogy ez messzire vezet. Nem, ez ide vezet vissza, ebbe a pillanatba, sehova máshova. És hogyha tisztán látunk, a tudatunk, a lelkünk szemeivel tisztán látunk, akkor mind az egyéni, a páros, a család és a csoportos sorsunkat, karmánkat helyesen tudjuk művelni. Négy nagy csatornája van a személyiségnek, a beszéd, a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedet. Ezeken kívül természetesen a fizikai érzékszerveink is, mint kapuk működnek, de ez a négy nagy csatorna az, ahogy közlekedünk a világgal és kommunikálunk a másikkal. Tiszta-e ez a négy? Egy irányba megy-e ez a négy? Merre felé mutat a beszéded, és valójában mit gondolsz? Mit érzel, és ebből mit teszel meg? Mennyit hiszel el a cselekedeteidből? Mennyire bízol a másik integritásában? Ezek olyan kérdések, amelyek mindenkiben fel kell, hogy merüljenek. Ha nem, akkor nem tudod a minőségedet javítani, és amennyire javítottad a magad tudatminőségét, annyiban várhatsz mást a világtól. Ha nem, akkor a világ pontosan ugyanúgy fog viszonyulni hozzád, ahogy te ahhoz. Mindenki ismeri azt a mondást, hogy a hit hegyeket mozgat. Ez keleten úgy hangzik, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Úgy is hallhattad ezt a Bibliából, hogy adassék néktek a ti hitetek szerint. Ez a két mondat, a keleti és a nyugati, pontosan ugyanarra mutat, másképp, más úton, de ugyanazt a pontot fogja meg, hogy ahogy a tudatod, ahogy a hited, az energiádat kivetíti a világra, ahogy a személyiséged négy csatornája működik, pontosan úgy éled az életet, és mások úgy viszonyulnak hozzád. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki elérte a megvilágosodottság állapotát, gondolom hosszú évek munkája meg meditációja által, akkor az megvan és kész, vagy azért továbbra is minden nap dolgozni kell újból és újból érte, hogy megmaradhasson a megvilágosult állapotban.
Ha fúrtál egy kutat, mit csinálsz a vízzel? Hát használom, vagy iszok belőle. Csak te? Lehet, hogy másnak is tovább lehet adni. Mondjuk a családodnak jut? Hát meg még lehet, hogy többeknek is. Belátogató, jóindulatú vándoroknak jut? Persze, persze, persze. Jó. Csak iszunk a vízből? Tehát ha megvan a kút, akkor megvan a kút. Menjünk végig. Nem csak iszunk a vízből, hanem mondjuk fürdni is lehet, tisztálkodni bizony, is lehet, bizony. Főzni is lehet. Csak embert itatunk vele? Bizony, ha állataid vannak, az állatot is itatod vele, sőt, öntözöd a növényeidet is. Tehát ez a tudat, a tiszta tudat mindenre alkalmas. És el lehet veszíteni, ahogy egy kutat be lehet tömni, be lehet robbantani, és tisztán is lehet tartani, és lehet mélyíteni. Tehát a tiszta tudat elérése az a kezdet, az nem a vég. És ennek a helyes használata, másoknak a felajánlása, a világban való megforgatása nagyon fontos. Nézd meg, mi történik a vízzel. Felhasználtuk, nagy részét kiürítjük, visszakerül a körforgásba, ismét csapadékként leesik, és talajvíz lesz belőle. Most gondold el, hogy ez a vízmolekula itt beszélni tudna, hogy hány millió éve járja az útját ezen a földön, hogy mennyi testben volt ő, és mennyiféleképpen szolgált. Hát ez egy nagyon érdekes mese lenne. Tehát a tudat, az eredeti tudat nem függ élettől és haláltól, de a lélek és test minden állapotában jelen van. Az életben, a halálban, a megszületés és meghalás állapotaiban is. Ezt hívjuk a köztes lét négy állapotának. Na most itt, ha a tudatod tiszta, akkor ezen négy állapot mindegyike tiszta. Úgy látod őket, mint a tükörben. Tehát ha van tested, látod a testet. Ha nincs, akkor csak az üres tükröt látod. Ezzel a tiszta tudattal magadon és másokon egyaránt tudsz segíteni. Ez a legfontosabb ismérve. És ahogy ezen a földön minden múlandó, minden tökéletlen és minden valamitől függ, ez az állapot is energiabefektetést kíván, folyamatos tisztítást kíván, és folyamatos megforgatást kíván, hogy ne csak elsajátítsam, hogy nekem legyen jó. Abban a pillanatban, hogy ezt kimondtad, már rossz is lett. Leválasztottad magad arról az univerzális energiáról, amely az állandó megújításához kell ennek az állapotnak. És akkor elszigetelted magad, akkor csak meg akartad tartani, és a személyes megvilágosodás nem tartható fönt sokáig. Egy kulacs vizet merítettél a kútból, és messze elmentél a sivatagba. Nagyon hamar megszomjazol. Egyéb kérdés? Én szeretnék visszakérdezni, mert nem igazán világos számomra, és azt hiszem, hogy ez egy alapkérdés, hogy az önkép és az én való közötti különbség. Nekem az a homályos, hogy az önkép hogyan jön létre, mert az én valót azt nagyjából el tudom képzelni, hogy az egy tiszta, spirituális valami. Ha elképzelted, akkor már kép. Aha. Ha nem képzeled el, akkor mi van? Akkor a puszta lét van. Megszólalsz, hiba. Csendben maradsz, az is hiba. Hogyan felelnél? Gondolattal. Mi az, ami gondolkodik? Ami gondolkodik, az a teremtő, az az önvaló. Amit megteremt, az a gondolat. A gondolatokból, érzelmekből rakjuk össze az önképet. Így az egy termék. A csokoládégyár nem azonos a csokoládéval, de a gyár termeli a terméket. Köszönöm. Szívesen. Most kétszer is hallhattuk tőled, hogy hiba, ha így gondoljuk, meg úgy gondoljuk, de ha a célunk az, hogy minél kevésbé lássuk duálisnak a világunkat, akkor létezik a hiba? Ez hiba vagy nem? Mondd. Mitől lenne? Nagyon jó, visszakérdeztél, gyönyörű. Nem hagytad, hogy berakjalak az igen és a nem a hiba és a helyes hintájába. Gyönyörű. Ezt hívják középen maradó tudatnak, erőteljes középpontnak.
mitől lenne? Ha valaki hibát csinál, akkor van hiba, ha nem követel hibát, akkor nincs. Nézd meg, hogy a kutya nem tud kutyátlanul viselkedni. Nincs olyasféle gondolkodással, mely a kutya természetén kívül tenné őt. Az embernek van, az ember lehet embertelen. Ezért kell visszatérni azon dualisztikus gondolkodás elé, amely olyan területekre visz minket, amely emberi természetünkhöz méltatlan. És valami többről van szó itt, mint puszta logikáról, vagy nullákról és egyekről. Arra a rálátásra gondolok, együttérzésre, egyéválásra gondolok, amellyel a másik ember tudatát, lelkét pontosan érzed, hogy benne mi van. Akkor nem kérdés, hogy mi a szenvedés és mi a boldogság. Nem kérdés, hogy mi a hiba és mi az erény. Én elkezdtem mások segítségével ilyen buddhista zen meditációt, és nagyon jól éreztem magamat, mert tényleg kiüresedtem, de minden áron, szóval valahogy azt olyan önmagában nem értett, nem jutottam el sehova se. Valahogy a... Akkor jól csináltad? Jól érezted magad, és nem jutottál el sehova? Jó tanítód van. Nálunk még egy lépés történik, nem biztos, hogy jól érzed magad, de itt vagy teljesen. És ebből következik valami, ami az egyéválás boldogsága. De ez nem olyan, mint amikor valaki a kedvenc fagylaltodat oda nyújtja. Az is szükséges, csak ez teljesen más, amiről beszélnek. Mit akartál ténylegesen kérdezni a zennel kapcsolatban? Tényleg. Ez csak a fele volt. Ugye? Hát igen, mert ugyanakkor azért talán mégse tudtam még úgy elmélyedni, vagy kiüresedni, mert minden áron azért valami célt akartam vele elérni. És azt már nem értem el. Azt mondtad az előbb, hogy nem jutottál sehova, most azt mondod, hogy célt akarsz elérni. Hát nem jutottam el sehova se, de szerettem volna valamit, még egy lépést tovább lépni ebből az egészből. Én azt javaslom, hogy lépj még egy lépést vissza. Tudod, merre megy a makacsrák? Előre. Jó, tehát azért fontos ez, mert ha állandóan el akarunk érni valamit, akkor az lesz velünk, mint az okos kocsis lovával. Az okos kocsis, ez nem üti a lovat, hanem belógat elé az ostor végén egy rakás sárgarépát, és minden ló imádja a sárgarépát, és elindul. Igen, ám, csak akkor megmozdul a szekér, megmozdul a kocsis, és megmozdul a répa is. És akármeddig megy a ló, pontosan ugyanolyan távolságra lesz előtte a répa. Ezért vigyázzunk. Tehát, hogyha megszüntetem a keresés tárgyát, és fenntartom a tárgyatlan, tiszta, éber tudatot, akkor meglelem azt, ami keres. És ebben az esetben a keresés alanya és tárgya ugyanaz. Tehát paradox módon az alany és tárgy kettősségét kell megszüntetnem, az egyén és a világ közötti falat kell lebontanom, az én tudatnak kell eltűnnie és az önvalónak kell beállnia tapasztalásként, ahhoz, hogy elérjem a célomat. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez a cél magadon kívül van, hiba. Ha azt mondod, hogy ez a cél magadon belül van, az is hiba. A külső és a belső egyéválásának a tapasztalata ez a cél, ekkor eltűnik az alany és a tárgy, az A-város és a B-város, és akkor pontosan itt vagy, most vagy, éber vagy, tiszta vagy. De én szerettem volna mégiscsak eljutni a jézusi tiszta dolgokhoz. És akkor ott már belevetítem ezt az egész jézusi dolgot. Belevetíted? Hát hogyha csak ilyen kiüresedésben vagyok, akkor el se tudok jutni Jézushoz. Csak legfeljebb a Jézus nélküli igazi jézusi tulajdonsághoz. Igazi önvalód az út, az igazság és az élet. Ezt egónak fordítani a legnagyobb hiba. Tehát, hogyha el akarsz jutni az igazi tapasztalásig, és arról szólni, arról úgy élni,
amiről ez a tanítás szól, akkor szüntess meg minden külsődleges vágyat. Szüntess meg minden kifelé irányuló tevékenységet. Ez csak a meditációra vonatkozik. És akkor megtapasztalod azt a tiszta tudatállapotot, amelyhez nagy tanítóinknak, akár Jézusról, Buddháról, vagy Lao Tse-ről, egyéb nagy tanítókról legyen szó, mindent félre kellett tenniük. Félre kellett tenni az életet és a halált, a vagyont, a biztonságot, a megjósolható jövőt. És hogyha ezt egy pillanatban megmerjük tenni, és kimersz menni a pusztába, akkor megtapasztalhatod. De egyébként mindig akarunk valamit, elgondolunk valamit, kivetítünk valamit, nagyon jól mondtad. Ne vetíts ki semmit, ne akar semmit, ne ragaszkodj semmihez. És hogyha nem ragaszkodsz semmihez, nem akarsz külön magadon kívül semmit, ha nem vetítesz ki semmit, nem azonosulsz semmilyen jelenséggel, akkor visszatérhetsz ehhez a tiszta igazi önvalóhoz. Ez a lényegünk, ez az, ami bennünk lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, és kimondja azt, hogy én. Ahogy azt a bevezetőben mondtam, ezzel a legnagyobb lehetőséget villantjuk föl, és a legnagyobb hibát is elkövetjük egyben, mert legyártunk egy önképet, szükségképpen. És ebből kell fölébrednünk, ebből az illúzióból kell fölébrednünk, azért, hogy igaz emberek lehessünk. Hogy a beszédünk, a cselekedeteink, a gondolataink és az érzelmeink egy irányba mutassanak. Egyenlőek sose lesznek, de egy irányba mutathatnak, átfedést mutathatnak, és ekkor érzed azt, hogy egy autentikus emberrel állsz vagy ülsz szemben. Ez magunkban létrejöhet. Ezért fontos a lélek egysége, a tudat egésze, a szellem integritása. Tehát az eredeti tanítás mindig az is számolt föl azt a kettősséget, amely a teremtő és a teremtett között van. Az alapító atyátok írt egy olyan könyvet, hogy Isten országának keresése. Hogy találjátok meg? Azt szeretném megkérdezni, hogy Jézus és Buddha közt mi a közös, és mi nem? Meddig üljünk itt? Hónap reggelig? Hát elég? Jó, mondom. Tehát számomra a két lény ugyanazt tanította két teljesen külön kultúrkörben. Röviden ennyi. A módszer más, a köréje fűződő kultúra más, de ahogy Buddha sem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, ugyanígy ezt Jézus megpróbálta és meg is tette nyugaton. Nagyon érdekes tény, hogy nagyjából így 500 évenként jelennek meg igen kitűnő tanítók közte, és persze kisebb szolgák, ez rendben van, de Krisztus előtt olyan 500-560 tájékán volt aktív Buddha, akkor Krisztus előtt 7-ben született Krisztus, utána 500, és jön Bodhidharma. Bodhidharma miatt beszélhetünk zenről, tehát ő ugye a buddhizmus és a taoizmus hivatalos ugye, szinergiájával, itt nem volt egyesítés, nem volt ilyen pecsét, meg egyebek, de a taoizmus és buddhizmus évszázadokon keresztül olvadt össze Kínában, és Bodhidharma volt az, aki rátette a pecsétet. Jó? Aztán nézzünk körül Krisztus után 1000-1100-ban, voltak elegen, keleten is, nyugaton is, és utána pedig elkezdett feldúsulni a dolog, a 15-16. Században már Európa és Ázsia is elképesztő népszaporulatot, történelmi bonyolultságot és egyebet kezdett el produkálni, és a 20. században aztán jöttek megint. 4 élő Buddha volt keleten, és nagyon-nagyon sok nagy formátumú keresztény, pap és tanító nyugaton. Közte Gyuri bácsi is. Akinek a nagy lelke és nyitott szíve miatt ülünk most itt együtt. Ez nagyon fontos, mert ha ezeket a lépcsőket nézed, az emberiség mindig újra kapta a tanítást, lényegileg és jelenségben megkapta azt, ami a tovább lépéshez szükséges, és ehhez képest csak körbeforgunk. Mennyiségi emelkedésbe következett, minőségi alig. És az alapokban nem haladtunk. Ha megnézed, volt egy olyan alapkultúra keleten a Buddha idejében, amihez képest a nézeteket, a praxist,
nagyon komolyan revideálni kellett, és föl kellett emelni. A hinduknál is van moksa, felébredés. De a bráminok olyan elképesztő feltételeket támasztottak, annyi életen keresztül kellett az isteneknek áldozni, olyan mértékben kellett az újraszületések különböző stációját végigjárni, hogy 1 millió év, amíg te a moksát eléred. És ez nem képzetes szám. És a Buddha jött, és azt mondta, elég, ha megvilágosodsz, és ebben a pillanatban eléred a felébredést. Ismerős? Igen. Csak higgy, és ma vele vacsorálsz. Ennyi kell. Tehát transformálódjon a tudat, és dobja le a lélek a terheit, az illúzióit, a hamis azonosulásait, és érje el a tapasztalatot, amely alapján hihet. És nem csak a gondolatok alapján, az ismeretek alapján tákoljon össze valamit, hanem legyen szellemileg autonóm, legyen önjáró, gyújjon ki benne az a fény, ami az alapító atyák és tanítók szívében kigyúlt, és akkor tud adni, és nem csak elvenni. Úgyhogy ezek a tanítások, hogyha megnézzük, lényegileg mindig ugyanazt célozták, az adott korszak kultúrájához fazonírozva, és folyamatosan nem tanulunk belőle. És azért vagyunk most itt a 21. század második évtizedének a végén. Úgyhogy egyre keményebb leckéket kapunk, és nehogy azt higgyük, hogy egyszer csak harson a szó és vége. Nem. Mindaddig folytatódik, amíg folytatjuk. Mindaddig ilyen lesz, amíg meg nem változtatjuk. Teljesen rajtunk múlik, de nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az érzékszervi világ létezik, hanem az érzékszervek fölötti is, és mind a kettőt ugyanaz a törvény kormányozza. Így kéne navigálnunk, így kéne irányt váltanunk. Tehát akkor Jézus egy a sorban, ilyen alapon? Igen, de hát ezt ő is mondta. Okay. Persze. Okay. És Buddha is mondta, hogy előtte is voltak buddhák, és utána is. Persze. Nekem az a kérdésem, hogy ha az a cél, hogy megtaláljuk ezt a valós önvalót, a felébredéshez elérünk, akkor találkozhatunk a valódi önmagunkkal, és te úgy tekintesz erre, mint egy... Jó, akkor ne fejezzem. Az egység állapotában az önvaló találkozik az önvalóval? Figyeld! Kiveszem a hibát a kérdésből, marad még a kérdésből valami? Marad még valami. Mondjad. Jó. Tehát az önvaló az egy statikus dolog, ami nem változik, nem fejlődik valamilyen szempontból, vagy pedig ez az önvaló, ez mindig más. Ha! Ez statikus volt, vagy úgy változik néha-néha? Ez változik mindig. Ragaszkodsz a kiáltáshoz. Ne a kiáltásról beszélj, hanem az a tudat kell, ami abban a pillanatban beállt, amikor a kiáltás kioltotta a gondolkodásodat. Akkor nincs változás vagy folyamatosság, állandó vagy változó, relatív vagy abszolút. Ez kell. És ebben a tiszta tudatban a világ úgy látszik, ahogy van. Az ég kék, a fű zöld, besötétedett éjszaka van. Egyéb kérdés? Nem érdekel se az ég, se a föld, se a sötét. Az érdekel engem, hogy használható vagyok-e. Mire? Amire kell. Tehát eltűrnéd, hogy halált hozó fűterem gyönyörű szép szívemen? Mi legyél? Hiszen miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Mit szeretnél? Mire használd magad? Tisztességes szeretnék lenni, de... Akkor már megvan. Megválaszoltad a kérdésedet. Vannak, akik nagyon rútul kihasználnák a hasznosságodat. Érdekeljen. Azért érdekeljen, mert hogyha nem látod át mások gondolkodását, akkor felhasználnak ahelyett, hogy hasznossá tennének, és a kettő nem ugyanaz. Ha ismerem őket, akkor is felhasználom. Teljesen mindegy. Mindegy? Mindegy. Azt számít, hogy én hasznos akarok lenni, vagy haszontalan, vagy tolom a szekerüket. A hasznos és a haszontalan. Számodra azonos, vagy különböző? Különböző. Akkor nem mindegy. Ha különböző, akkor nem mindegy, hogy mire használnak. Ezért nézd meg nagyon jó, hogy kivel állsz szemben. Most, hogy ezt kimondtad, hogy tisztességes szeretnél lenni, és nem tisztességtelen, létrehoztál egy nagyon egészséges hierarchiát. Ez tele van kettősségekkel, tele van helyes,
dualitásokkal, olyasféle döntéssel, hogy te hogy légy tisztességes, hogy légy emberhez méltó, hogy ne hozz létre szenvedést, nélkülözést, egyéb negatív létállapotokat, és hogyan teremts boldogságot, szeretetet, tisztességet, és a többi. Tehát ezek egészségesen felépített duális hierarchiák. És ezekre szükség van. Az egység állapotából látjuk azt, hogy ezt mi teremtjük. Ezt mi hozzuk létre itt ezen a földön, azzal az isteni szikrával élve, amely mindennek itt a földi teremtését, mint lehetőség a kezünkbe adja. Tessék a teremtés könyvét még egyszer átnézni. Nagyon fontos tanítás van benne. Tehát itt ezt mi kaptuk. Ez a mi birodalmunk. Itt nekünk van felelősségünk az irányban, hogy tisztességes vagy tisztességtelen életet élünk. Ha már a tisztesség fontos, akkor az összes többi fontos. Fontos a boldogság, a szeretet, az együttérzés, a bölcsesség, és el akarjuk kerülni az önzést, a butaságot, a kapzsiságot, a haragot. Akkor ezen az úton kell menni, ezért nem mindegy. De az egység állapotából indul ki, tehát eredetileg nincs semmi. Eredetileg nem teremtettünk semmit, de azzal, hogy életről életre, évszázadról évszázadra jelen vagyunk ezen a bolygón, ezzel tovább gördítjük azt az emberi karmát, amit itt látunk, és ezen rengeteg javítani való van. Ha nem lépünk vissza ettől a teremtett állapottól, és nem lépünk vissza a teremtő állapotába, akkor nem tudjuk megjavítani ezt, nem tudunk fejleszteni rajta. Képzeld el azt, hogy mész az autóddal, és zörög a csapágy, kifogy az olaj, be kell vinni a szervízbe, és a szervíz nem az autópálya, nem a közút. Tehát ki kell vonni a forgalomból az autót, meg kell csinálni, és újra forgalomba bocsátani. Tehát ezért fontos, hogy a tudat, az elmélyedés, az ima, az áhítat állapotában lépjen vissza a teremtettségtől, ne gondolkodj akkor a hétköznapi dolgaidon, ne a határidő naplódat, és az egyéb ilyen tevékenység listádat nézegessed belül, hanem gyere vissza ebbe a pillanatba, gyere vissza az egység állapotába, és onnan teremts helyesen, és akkor megvalósul az, amit szeretnél. Mikor ma jöttél be, elsőként láttak ott a infopultnál, ha nem azról van rajta, akkor is tudom, hogy te vagy. Úgy, ezt egyszer volt egy szemkontaktusunk. Ezentúl, mondtad a bokrot, hivatkoztál rá, Gyurka bácsi, ez az. Rövid kérdés. Itt bokorban ismerünk jó néhány építészmérnök, családgondozó, Nordic Walking edző, orvos, mérnök, aki egy nap csinálja 6-8-10 órában munkáját, és hétvégén, olykor, meg esténként többet tud, mint 10 pap. Az érdekelne, hogy neked ez, amit csinálsz, ez. Ez megy 7 napig, vagy mi a polgári dolgod, és ez csak hétvégén van-e? Ezt kérdezem. Én szerzetesként élek, és polgári foglalkozásom a templomon kívül nincs, de ha megengeded, elmondom, hogy mondjuk egy nap hogy néz ki a templomban, jó? És akkor így képet alkotsz arról, hogy itt mi történik. Tehát amikor nincs zen gyakorlat, hanem csak mindennapi templomi élet van, akkor 4 óra 40-kor van a kelés, 5 órától van éneklő gyakorlat, aztán ülőmeditáció, utána reggel, és utána mindenki dolgozik. Én is dolgozom. Van úgy, hogy az ácsokkal, a villanyszerelővel, a gépésszel, a tetőfedővel, mert most építkezünk. Ha nem, akkor egyébkénti feladataimhoz látok, például kommunikáció, például az iroda bizonyos állapotainak a fönntartása, tanítóalkalmak szervezése, szerdánként meglátogatom édesanyámat és együtt ebédelünk, ha kell, beszerzek, ha kell, tárgyalok, ha kell, komputert javítok. Tehát ez a feladataim közé tartozik, és ez nagyon jó, ez nagyon kell. Tehát nem lehet az, hogy bármiféle szellemiség az intellektus gyöngéd abstrakciójával elvonjon ebből a világból. Tehát nem lehet bezáródni egy képbe, egy ideavilágba. A zen nagyon-nagyon világosan tanít. Csak cselekedj. Én azt szeretném, ha már a templomunk olyan állapotban lenne, hogy lenne időm a kertbe kimenni, és ott dolgozni.
De egyelőre nincs olyan állapotban. Szeretnék néha főzni a társaságra, ez az elmúlt 3 évben nem valósult meg, az előtt volt annyira laza az idő, hogy tudtam nekik egy igazi tofus lecsót csinálni tarhonyával. Tehát ez megy. És az összes többi ilyen feladat, ami ilyen szintű, az az egyik legkedvesebb elfoglaltságaim közé tartozik, és amire időm van, azt csinálom. És általában a hierarchiában a legfontosabb jön először, a kevésbé fontos másodszor, és a nélkülözhető harmadszor, amit tudok delegálni, kiadni másoknak, azt megteszem. Ugye itt általában keresztények vagyunk, és az lenne a kérdésem, hogy mennyire lehet keverni a kereszténységet, meg a zent, vagy a zen buddhizmust. Ugye a kereszténységben van egy hát, rítusunk, vagy egy liturgikus gyakorlatunk, amit megszoktuk, amiben hát otthonosan mozgunk, és hogy ezt így lehet-e keverni az ennek a meditációjával, gondolom igen, mert a csöndbe csönd van, de annak az énekeivel, meg egyéb rítusaival, vagy tehát, hogy egy keresztény embernek milyen utat, milyen gyakorlatot ajánlanál? Én azt javaslom, hogy a keresztény ember maradjon keresztény. Ne keverje a buddhizmussal a kereszténységet, viszont, hogyha van kedve, nyugodtan látogasson el egy varga betűként egy olyan helyre, ahol mondjuk meditációs gyakorlatot folytatnak hasonló nyitottsággal, ahogy most ti fogadtatok engem. És elsajátíthatsz olyan technikát, olyan szemléletmódot, amely a kereszténységedet gazdagabbá teszi. És ez nagyon fontos. Tehát főleg a zen nem egy új identitást akar adni az embernek. Még a meglévőre is azzal a szemmel tekint, hogy óvatosan, hogy milyen önképet és milyen identitást építesz föl. De ha fölépíted, és szükségünk van rá, akkor építsd helyesen, építsd mások javára. Tehát ha az energiádat befelé fordítod, és felteszel egy kérdést, például nagyon sokan keresik Istent, és a gondolatok által óhajtanak eljutni hozzá, és évekig szűrik a gondolatot a logosznak a különböző verbális változatait. És rájönnek, hogy ez így nem megy. Egyszer tanuljunk meg belül elhallgatni, és tanuljuk meg azt, hogy a kérdés úgy működik, mint a mágnes, amely a szavak vasreszelékét odavonza, és egybeforrasztja. És akkor a tudat nem mozdul. Tehát már a kérdés helyes föltevése már minőségibb, áhítatott vallásgyakorlatot tesz lehetővé. Tehát ha tanulsz, és gazdagítod a saját lelkiségedet, a saját vallási identitásodat, akkor az csak jobbá tehet, és közelebb hozhat másokhoz. Honnan tudod, hogy jól csinálod, hogy nem emelsz falat mások és magad közé. Úgyhogy tanulni érdemes, bővíteni érdemes, egyszerűsíteni érdemes, de köpönyegeket váltani nem. Tehát tedd azt, amit a legmélyebb meggyőződésedből helyesnek látsz. Például az, hogy ne támaszkodj az írásokra, az a sivatagi atyák bölcsessége, Dél-Anatólia, gnosztikusok és Krisztus utáni első 2-3 évszázad, illetve Tang dinasztia beli Kína, illetve Silla dinasztia beli Korea, ők nem beszéltek össze. De mégis ugyanazt látták, hogy a verbalitást meg kell haladni, a diszkurzív gondolkodást meg kell haladni, a tételes tanokat meg kell haladni, és közvetlenül az ember tudatára, vagy közvetlenül az Isten élményre kell irányulni. És a tapasztalatból lesz valami, a tapasztalatból lesz az elérés. És ez pedig utána jelenléttel és lélektől lélekig adható át. Tehát most elmondtam a zen 4 alapelvét így lazán, amelyből nem hallottál ki buddhizmust. Ez minden környezetben működik. Tehát ha befelé fordítod az energiádat, hogyha nem vetítesz ki semmit, ha nem hozol létre idegen isteneket a valódi előtt, akkor tapasztalhatsz. És azt hiszem, hogy aki meggyőződéssel és őszintén gyakorolja a vallását, teljesen mindegy, hogy monoteista, politeista vagy non-teista, nem ateista, non-teista,
az tud haladni, és ezáltal helyesebb emberi minőségeket elérni. Miért fontos ez? Teljesen mindegy, hogy milyen könyvet olvasunk, mibe öltözünk, és milyen liturgiát folytatunk. Az igazi termék az a lélek, aki kimegy a templom kapuján. Az az eredmény. Milyen lélekkel mész haza? Milyen tudattal viszonyulsz az emberekhez és a többi érző lényhez? Mennyire látod tisztán a világ és közted a kapcsolatot? Mennyire világos az utad? Ezek azok a tulajdonságok, amelyeket mondjuk a vallások hivatottak fejleszteni az emberekben. És nézd meg, hogy ez milyen eredménnyel jár. Tehát ha megnézed, az ok és okozat törvénye hibátlanul működik, teljesen mindegy, hogy a világ mely pontján szúrod le a tűt. Tehát nézd meg azt, hogy te mit művelsz, mint keresztény ember, és nézd meg azt, hogy a kereszténység mit művel veled, kettőt együtt. És akkor látod az eredményt, akkor érzed a szívedben, hogy te pontosan milyen ember vagy azáltal, hogy gyakorlod a vallásodat. Hogy mindenkinek javasolt ez az út, és ha nem, akkor kinek nem. Tehát mondjuk traumát élt át, vagy bizonyos elmebetegségben szenved, amit mi ugye úgy diagnosztizálunk, gondolom, a buddhizmus, nem? Tehát, hogy valakinek dehogy azt nem. Mondja, de ő is. Kedves Bea, nagyon diagnosztizálunk. De ez most... Azt már minősítem. Diagnosztizálunk, mert nem mindenkinek való. Például a meditáció, mivel kinyitja a tudat küszöbeit, ezért olyasféle pszichikai betegségekben szenvedőknek, akik rendszeres gyógyszeres kezelést igényelnek, nem való. Tehát aki antidepresszáns, fájdalomcsillapító, altató vagy nyugtató függő, az tartósan nem gyakorolhat meditációt, mert ezek a szerek kémiailag egy küszöböt alkotnak, amin túl a tudat nem mehet, sem érzelmileg, néha még gondolatilag sem. És ezeket a küszöböket a psziché biztonsága érdekében felírta a terapeuta. Na most ezek ellen nem szabad dolgozni. Tehát az egészséges emberek közül is azoknak javaslom, csak akik érdeklődnek iránta, és tényleg szeretnék, mert aki ezt félgőzzel csinálja, az nem jó. Amikor csinálod, csináld teljes elhivatottsággal, teljes elhatározással, mint hogy egy repülőgép sem tud fél gőzzel felszállni a kifutó pályáról. Azt tövig kell tolni a gázkart. És itt is, ha az ember nem csinálja teljes szívvel, teljes hittel, teljesen rossz tapasztalata lesz. Még így is nagyon sokat kell belül érnie, látnia, konszolidálnia ahhoz, hogy az úton maradjon. A zen első körben nem közérzetjavító meditáció. A látást hozza. És ez a látás néha kellemetlen, mert a léleknek egy olyan házi feladatát látod, amelyet évtizedek vagy életek óta nem végeztél el. És hogy akkor ne légy negatív magaddal és másokkal szemben, hogy ne merülj pótcselekvésekbe, hogy tényleg végezd a dolgodat, mint gyakorló, mint a tudatot tisztító ember, ahhoz nagyon komoly elhatározás kell. Tehát amikor leülsz, elkezdesz meditálni, és nagyon gyorsan, mivel a módszer egyszerű, rálátsz a tudattalamban azokra a tulajdonságokra, archetipusokra, rendezetlen tartalmakra, amelyek eddig, mint a hátsó ülésről, ugye az utas megmondta a taxisnak, hogy merre menjen. De az arcát nem láttad, a szándékát nem ismerted. És amikor ezek a tartalmak a tudatküszöböt átszakítják, hát az bizony hasonlít ahhoz, amikor a bableves csülökkel kirobban a kuktából. És ezt aztán felnőtt tudattal tényleg elviselni és feladni azokat a gyermeki vágyakat, hogy valamit könnyen, gyorsan megkapjak, elérjek, ez képzés, ez kitartás, ez nagyon komoly türelem. De ha ezek megvannak, akkor tudok haladni az úton igazán. Úgyhogy igen, diagnosztizálunk. Igen, epikrízis van. És felírjuk a kúrát, hogyha szükséges. A Buddhát nevezték nagy doktornak is, ugyanis ő volt az, aki a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés módját vagy útját egyaránt láttatta. És ezért van szükség tisztán látó tanítókra, hogy a tanítványok is tisztán lássanak. És akinek alkalmas, annak tanítjuk, akinek nem alkalmas, azt együttérzéssel más irányvonal felé küldjük, azért, hogy a lélek haladhasson az útján. Milyen a módszer? Jó. Mi a módszer?
A módszer a pillanat 100%-os tapasztalat a testben, lélekben, tudatossággal. Mit látsz most? Mit hallasz most? Mit gondolsz most? Mit érzel most? Ebben a pillanatban legyen a tudatod tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez a módszer. Az összes többi technika. És a technikára pontosan azért van szükség, mint ugye a pohárra szükség van ahhoz, hogy vizet igyál, vagy a palackra, vagy a kancsóra. De nem a poharat iszod meg, hanem a vizet. Összecserélni a technikát magával, a gyakorlattal, az egy olyan hiba, amit szerintem nagyon sokan elkövetnek. Az elején én is elkövettem. De hogyha nagyon sok edénybe öntöd át a vizet, pohár, kancsó, csésze és a többi, akkor előbb-utóbb megtanulod megkülönböztetni a technikát magától a gyakorlattól. És nem akarod a poharat meginni. Az butaság lenne. Hanem a vizet. Azért érdekel a gyakorlat, vagy a pohár. Nem keserű, ennyit mondhatok. Az érdekelne, hogy ilyen zenmester csak, vagy tanítómester csak független ember lehet, vagy lehet, aki átír a család szentségét, férfinő egységét, gyerekszülést, nevelést, hogy az nem lehet, vagy lehet-e. Örülök, hogy szemedben ilyen független embernek tűnök. Elárulom, én is függő vagyok, csak mástól másképp. Aki szerzetes lesz, főleg a keleti hagyományban, az családot vált. Tehát nem húsvér családja van, hanem úgynevezett dharma családja, ez a tanítványok közössége. Nagyon sok világi tanítvány van, nagyon sok mesterfokot elért világi ember van, akinek van házastársa, családja és a többi. Nagyon fontos, hogy minden lény Buddha természete ugyanaz. Ugyanolyan lehetőségünk van a felébredésre mindannyiunknak, de a karmánk az más. Van, akinek családos karmája van, van, akinek nagy családos karmája van, van, akinek a kettő együtt jár, van, akinek nem. Ha valaki házasodni szeretne, tegye azt, ha nem, akkor ne tegye azt. És innentől kezdve járja azt az utat, ami a felébredés útja, és ne vállaljon el olyan feladatot, amelyben nem hisz. Visszatérve erre a diagnózis ügyre, Anthony de Mello az valahogy összeötvözte a kereszténységet a buddhista, lehet, hogy nem zen, de gyakorlattal. Tehát valahogy meg tudta azt csinálni, hogy azt a gyakorlatot, ami esetleg nem tökéletes az imádkozás a kereszténységnek, behozta ezt a meditációt, amivel mindenféle testi gyakorlat, testi pozíciókkal, stb. Segítette, hogy az emberek tudjanak mélyülni. Épp az mozgatott engemet, igen, hogy hát mindenkinek mindenkinek joga van az Istennel való kapcsolathoz. Így van. Tehát, hogyha egyes embereknek nem működik ez a zenmeditáció, akkor azok az emberek most kirekesztettek arról az útról, ami egy nagyon jó út, hogy az ember elérje azt a megvalósulást. Nem. Nincs kirekesztés. Csak 10,000-féle út van, 10,000-féle technika van, és valamelyik csak alkalmas lesz. Nem kell, hogy a zen legyen az. Na de hát egy ember, aki például testileg beteg, hát nagyon sok esetben meg lehet gyógyulni testileg is, hogyha az ember a lelkén keresztül elér egy állapotot. Tehát az a testi, a lelki tisztaság az segít a testi tisztasághoz is. És ezt meg talán meditációval el lehetne érni, amit a... Meditációból is annyi van, mint égen a csillag. Tehát csak hogyha történelmi Buddha idejét nézzük, kb. 2500 évvel ezelőtt, elindult a déli átadási vonal és az északi. A déli átadási vonalat hívjuk nagyjából Téravádának, ugye az idősek útjának, ez egy kicsit konzervatívabb, és így elment Sri Lankába, Burmába, azaz Myanmarba, Tájföldre, Malajziába, Laoszba, Kambodzsába, hát itt tényleg így délre. Sok-sok évszázad eltelt,
És ezek a módszerek szépen evolváltak, fejlődtek azért, hogy az embereknek az igényeit kiszolgálják úgy, hogy a hagyomány lényege, a felébredés tapasztalása megmaradjon. Az északi átadás az még több ágra ment szét. Az egyik a Nepál, Bhután, Tibet, Mongólia, ez az úgynevezett Vajrayana vonal a Mahayanán belül, és utána van a kínai, koreai, japán vonal, az pedig a zen, ahol a taoizmussal és a konfucianizmussal találkozott a buddhizmus. Ezzel is szeretném láttatni, és ugye a három nagy monoteista vallás belső ízvilágait most nem is hozom ide, ezt jobban tudhatjátok, mint én. De nézd meg, hogy hányféle ima, hányféle meditáció van ahhoz, hogy végre egyetlen egy felébredett pillanatod legyen. Válasz és haladj. Egyéb kérdés? Egy kicsit úgy érzem, arról szól, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, a valódi önmagunkhoz, egyfajta megismerési út, és nekem az lenne a kérdésem, hogy a zen útja milyen módokat kíván aztán a másik ember megismeréséhez, hogyha már nagyon jó a magunkkal kérdés. Egészen kezdünk helybe kerülni. Amilyen mértékben megismered önmagad, olyan mértékben tudod a másik embert is megismerni. Ahol a lelkeden egy vakfolt van, mert ott véded magad és takargatod magad, ott a másik embert sem fogod tisztán látni. Tehát az a munka, amit magadon végzel, az ahhoz kell, hogy ezt az ismeretet, ezt a tisztaságot a másik ember vagy emberek esetében is tud használni. Tehát az út a másik ember megismeréséhez ugyanúgy önmagam megismerése. Ezen keresztül vezet, a kettő természetesen nem ugyanaz. De az egész biztos, hogy ahol magunknak hazudunk, ott a másik is tud hazudni nekünk. Ahol magunknak ártunk, ott a másik is tud ártani nekünk. Ahol a sorsunkat feltakarítottuk, ott a másik embernek is tudunk segíteni, és a többi, és a többi. A hogyan nekem a kérdés, hogy a másik embert hogyan tudom, nem jól vagy rosszul, hanem tisztán megismerni. Tisztán, gondolkodj és érezd tisztán, és hogyha tényleg megvan ez a tiszta tükörszerű tudat, ami az egyetlen közös dolog bennünk, minden más. Más az arcunk, másképp gondolkodunk, másképp beszélünk, cselekszünk, és a többi. Más elképzelésünk van a múltról, a jelenről és a jövőről. De a megvilágosodás lehetősége, tehát ez a szikra bennünk, ez ugyanaz, ez közös. Na most, ha ezt a hidat használod, akkor nincs tartós fal közted és a másik ember között, és így sokkal jobban rá tudsz érezni, hogy valójában a másikban mi van. És ekkor lehetséges egy nagyon komoly megismerés, de ezzel óvatosan. Köszönöm szépen. Helyes. Szívesen. Nekem a tapasztalással van problémám. A kellemetlen élményeimet azonnal elfelejtem, a kellemeseket egy percet később, tisztára üres a fejem, ha nem kapok egy kérdést, akkor rögtön oda asszociálok az összes addigi olvasmányom, tapasztalatom révén, de tulajdonképpen nincsenek tapasztalataim. Milyen érzés a mikrofont a kezedben fogni? Nem figyeltem eddig rá. Most kemény. Figyeld meg. Most kemény. Akkor van tapasztalásod, ugye? Kemény a tapasztalás. Hát valamennyi van. Valamennyi van. Örüljünk neki. A lábamban már nincs. Legalább ennyi ma estére jutott. Na mi van akkor, ha ebbe is tévedtem? Akkor szerintem egy keményebb illúzióra ébredtél föl. Felejtsük el azt, hogy a tapasztalás számodra micsoda. De az, hogy a mikrofon állvány kemény, hogy mögöttem itt van ez a régi traktor képen, hogy látsz egy zenbotot, ezekről ne gondolkodj. Ne legyen az, hogy emlékszem, vagy nem emlékszem. Megmarad, vagy nem marad. Ott van az, ahol lennie kell. Az előbb mondtad, kapsz egy kérdést, és akkor az magához rántja az összes korábbi olvasmányodat. Igen, így van? Így van. Ez a helyes működés. Nincs ez a semmi baj. Ahogy az ember öregszik. Ez egy sötét ismeret elméleti erdő, amiben nagyon könnyen eltévedek. Ezért nem szabad Dantét olvasni esténként. Én bevallom, hogy néha nézek ilyen YouTube-os videót tőled, és arra alapozva is kérdezem, hogy keveset beszélsz az érzelmekről, meg az érzelmekkel való munkáról, hogy nekem úgy tűnik, hogy a zen egy kicsit, mintha egy ilyen racionális vagy mentális... Foglalkozási ártalom. ...dolog lenne,
holott én amennyit próbálkoztam a meditációval, úgy éreztem, hogy nem feltétlenül a meditáció közben, de sokfélébb, intenzívebb és gyorsabban változó érzelmeim vannak, és nem kell feltétlenül ebbe teljesen benne lenni, tehát nyilván az ember valamilyen távolságot ettől tud felvenni, de az lenne a kérdésem, hogy ezek hogyan tudnak segíteni a tisztánlátásba, vagy a megvilágosodás felé haladásban? Nézd, mi a tanítással csak a tapasztalat küszöbéig kísérjük el az embert, és nem mondjuk meg, hogy mit tapasztaljon, és a sajátom pedig a tiédben nem játszik bele a személy szintjén. Tehát mindenki tapasztalja a saját tudat folyamát. Ugye abban mennyi gondolat, érzelem és egyéb van. Ott van a használati utasítás, de te leszel az, aki a gyümölcsöt, a tejet, a cukrot, az egyéb hozzávalókat beleteszed a turmixgépbe, ráteszed a tetejt és beindítod. Nem őröljük meg más búzáját. Nem lövünk más íjával és nyilával. Oda vezetünk a tapasztalás szélére, és hogyha akarsz menni az úton, segítünk, de nem fogjuk a kezed. Tehát, hogyha problémád van, segítünk, de az első lépéstől kezdve önálló akarattal és elhatározással haladsz előre, de nem egyedül, nem elszigetelten, nem magányosan, nem tanítás nélkül. Miért nem beszélek róla? Azért, mert már megvan benned. Sőt, rengeteg van mindegyikünkben érzelemből is, gondolatból is, és a többi. Az az igazi, amikor a tudatod megtanul látni, vagy elfelejti azokat a szokásokat, amelyek a látás akadályai voltak idáig, és ekkor, műhelytitok, a koan interjú, az a nagyon specifikus zen kérdés és válasz, az elkezd jól működni, mert látom, hogy nem a karmádból dolgozol. Látom, hogy a jelenléted letisztul. Látom, hogy az érzelmi állapotaid és a gondolat állapotaid már nem határoznak meg. Már te használod az érzelmeidet és gondolataidat, nem pedig az érzelmi és gondolati karmád használ téged. Tehát ezek azok az állapotok, vagy éppen stációk, amelyeken végigmegyünk, és ezek interaktívak és közvetlenek. Azért, hogy elindulhass az úton, ha akarsz. Akár ezen, akár egy másikon. De a zen kérdést tesz föl. Kérdést téted föl. És ha már föltettél egy kérdést, nem leszel ugyanolyan, mint előtte. Úgyhogy a tapasztalat szélére kísér el, és akkor elkezdesz tapasztalni kívül és belül, elkezded mondjuk fölhasználni a tapasztalatot, hogyha a zenképzés így formailag is érdekel, akkor a meditációs gyakorlat része egy elvonuláson a tanítóval való beszélgetés. És a beszélgetésben vannak paradox történetek, ezeket hívtam koannak korábban. Ez szó szerint közügyet jelentett a klasszikus Kínában, kung-an így hívták, és abból a tényből indult ki, hogy mivel nem voltak fénymásolók, ezért az írnokok lemásolták az eredeti birodalmi ediktumot, és a kettőt összerakták, az eredetit és a másolatot, és egy közös pecsétet tettek rá. A másolatot elvitték a rendeltetési helyére, és hogyha bármiféle kétség merült fel a hitelességgel kapcsolatban, akkor visszahozták az irattárba, odarakták az eredeti mellé, és hogyha a pecsét egy egészet alkotott, akkor a másolat eredetivel egyenértékűnek mondatott ki. Ugyanígy a tanító és a tanítvány tudata, ha egy egészet alkot, akkor egyenértékűnek mondatik. Ha a kérdés és a válasz egy egészet alkot, akkor a történet teljessé válik. És a zenben rengeteg paradox történet van, amit konvencionális gondolkodással nem tudsz megoldani. Mondok egy példát, mert látom a szemeken, hogy jöjjön a példa. Volt egy Zhou nevezetű zenmester, aki meglátogatott két remetét. Megkérdezte az egyiket, elérted? A remete felmutatta az öklét. Erre Zhou zenmester azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Megy a másik remetéhez, azt is megkérdezi, elérted? Az a remete is felmutatta az öklét. Zhou zenmester meghajolt előtte, és azt mondta, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, elérted a felébredést és a szabadságot. Kérdés. Miért fogadta el Zhou az egyik választ, a másikat pedig nem? Következő kérdés.
Ha te lettél volna az első remete, hogyan válaszoltál volna Jojo-nak? Harmadik kérdés. Ha te lettél volna a második remete, hogyan válaszoltál volna Jojo-nak? Negyedik kérdés. Az első remete ökle és a második remete ökle azonos vagy különböző? És most látom, hogy lefagytak az intellektusok, és ez nagyon jó. Mert ez az a hely, ahol a gondolkodás szépen megmerevszik, és kiderül, hogy mi az, amit nem tud megoldani. Még hogyha szóba hoztad ezeket a koanokat, hogy ez is egy kicsit beszéltél róla, hogy az, arról beszélni le, hogy egy zen gyakorló hogyan dolgozik ezekkel, hogy a meditáció közben, vagy a meditáción nagyon kívül. Jó. Tehát a zen tanítvány úgy dolgozik ezeken a koanokon, ahogy a szamurája kardján. Tehát nagyon sokáig köszörüli, csiszolja, stb., hogy hibátlan legyen az éle. És utána egy vágással elintézi. A meditációs gyakorlat folytán a tudat éles lesz, tiszta lesz. De a meditáció alatt nem gondolkodunk a koanon, mert akkor eltompítjuk az élét a kardnak, mert állandóan bambusz vagy egyéb fadarabokat szeretnénk vele vágni. Most innentől kezdve lehet látni, hogy ez a nem tudható, de tapasztalható tiszta tudat, ez a kard. És ezzel vágom át az illúziók fátylát. És ezt már csak interaktíve a tanítóval szemben, körülbelül egy 60 centi távolságban, élőben megcsináljuk. Ez az úgynevezett dharma küzdelem. Ez az, amikor az én éberségem kardja, és a te éberséged kardja egyszerűen a kérdése és a válaszsal csattan. Mondok egy másik koant, egy kicsikét magasabb szintűt. Van egy öreg mester, meg egy fiatal mester. Szószán a fiatal mester, és Tudzsá az öreg. Szószán mester éppen meglátogatta Tudzsát, és megkérdezi az öreg. Honnan jöttél? A kard hegyéről, mondta Szószán. És elhoztad a kardodat? Kérdezte Tudzsá. Igen, mondta a fiatal mester. Akkor mutasd meg ennek az öreg szerzetesnek. Erre Szószán szó nélkül a földre mutatott. Erre Tudzsá hirtelen fölállt, és kiment a szobából. Eltelik egy kis idő, és délután arra kéri a szolgálóját, az öreg mester, hogy hívja meg Szószánt egy csésze teára. Erre a szolgáló nem sokára azt jelentette, hogy a délelőtti párbeszéd után a fiatal mester azonnal távozott a templomból. Erre az öreg mester egy verset költött. 30 évig ültem lóháton, és most egy kicsi szamár lerúgott a nyerekből. Első kérdés. Mit jelent az, hogy Szószán, a fiatal mester a földre mutatott? Második kérdés. Ha te lennél, Tudzsá, hogyan válaszoltál volna? Harmadik kérdés, hogyha ezt a költeményt nézed, mi ennek a jelentése? Ez az, amit csak interaktíve lehet csinálni. Ezt önállóan, egyedül, csak a könyvet olvasva nem lehet. Ez élő tudat kell, élő interakció kell. Ez az, ahogy ezt a kardot köszörüljük. Tisztán tükröződő tudat. Mi a tükör? Honnan jön a kérdésed? Elképzeltem. Rossz. Igen, tudom, hogy rossz, hogy elképzeltem. Miért elképzelted? Hogy... Kész, vége van. Honnan jött a kérdésed? Annak, hogy nem tudom a választ. A nem tudom, az már jobb. De nagyon-nagyon közel jártál. Tehát mi ez a tisztán tükröződő tudat? Honnan jön a kérdésed? Kérdeztelek vissza. Használd ezt a tükröt, ne a gondolkodásodat. Ha gondolkodsz, azt csinálod, mint amikor egy követ dobnál a tóba. Addig a tó tükre mozdulatlan volt. Amikor egy követ dobsz bele a konceptuális tudás kövét, akkor elkezd a tó hullámzani. És már nem úgy látod fölötte a fűzfát, meg a felhőket, meg a madarakat, ahogy vannak, hanem ahogy a hullámok mutatják. Igazából nekem a tükör nincs. Akkor mi az, ami hallja azt, amit éppen most kimondtál? Ha nincs tükör, mi az, ami kimondja benned azt, hogy én? A tudat. Tisztán tükröződő tudat. Engem sokat foglalkoztatott az elme, hogy sokan tartják ezt ugye, hogy a döntéseinket miből hozzuk meg, úgymond, hogy elméből vagy szívből, mire hallgatok a fejemre vagy a szívemre, illetve még egy
kulcsszó, amit sokat hallgattam, meg sokat foglalkoztam vele, az pedig az ego. És arról szeretnélek kérdezni, hogy a zen mit tart az elméről és az egóról. Tudom, hogy megint holnap reggelig ülünk itt. Nem. Megígérem, hogy nem ülünk itt holnap reggelig. A zen nagyon fontos középpontja az a köldök csakra. Tehát a köldök alatt, ahogy azt holnap tanítani fogom a csikungon, két unnyival található egy energiaközpont. Ez az, ahol még az energiád nem vált érzelemmé, beszéddé, gondolkodássá, vagy érzékszervi hatássá. Ha ide visszatérsz, akkor a szokásaid, legyenek azok gondolati szokások, vagy érzelmiek, nem teremtik meg az egoitás illúzióját, amit néha elképesztően elhiszünk, és komolyan veszünk. Aztán, amikor a válságok csapnak minket jobbra-balra, akkor majd változunk. És kiderül, hogy minden változhat bennünk. A beszédünk, a gondolkodásunk, az érzelmi, csak annyira ragaszkodunk hozzájuk, annyira azonosulunk velük, hogy azt hiszük, hogy ó, hát ez én vagyok. Igen. Várjunk egy pár évet, nézzük meg újra, jó? Az elme és az érzelmek terméke lehet az egoitás, de csak akkor, ha befagyasztod. Ha az azonosulással az egészet lehűtöd, megmerevíted, ilyenkor az ember elkezd szenvedni, mert azt várja el, hogy a világ olyan lesz, amilyennek ő akarja. És nem a világgal válik egyé, hanem a nézeteit vetíti ki rá, és azt szeretné viszont látni. Hogyha leviszed az energiádat ide, a figyelmedet a köldök csakrába, akkor egy gondolkodás előtti, érzelemformálás előtti és beszéd előtti tudatállapotot tapasztalsz. Itt még nincs egoitás, de bármi lehetsz, hogyha megteremted. Tehát ez az az állapot, amit ahhoz hasonlítanék, mint amikor ott van a keltészta a vajlingban, de még nem sütöttél belőle se szerelmes levelet, se buktát, mondjatok még sütimütit, kalácsot, meg egyebet. Még nem alakult ki semmi belőle. Vagy egy kicsit technikaibb hasonlattal, ez itt a tiszta elektromos energia, mielőtt még a mikrohullámos sütő, a mobiltelefon, a komputer valamilyen alakra hozta volna, valamivé megformálta volna. Úgyhogy én kívánom, hogy ezt a tiszta tudatállapotot érjük el, és nézd meg azt, hogy milyen ént teremtünk. Mert a személyiségre szükség van, de az egoitásra nincs. És elképesztő kicsi az átmenet az egyik és a másik között, ugye? Tehát ne legyünk semmi módon egoisták, önzők, beképzetek, stb. De legyen egy integrált, gyönyörűséges, egységes személyiségünk. Az kell. Az nagyon fontos. És azt hogyan? Úgy, hogy a téglákból nem egy áthatolhatatlan, gyárkéményszerű, körkörös falat emelsz magad közé, hanem ugyanezeket a téglákat leteszed vízszintesen, és utat építesz belőle, aminek van két határa. Egy jobboldali, meg egy baloldali. És a kettő között megyünk. Ekkor haladunk az úton. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés, ott hátul. Mesélj az elmúltról. Nem mesélek. Gyere, nézd meg. Sok előttel. Tessék. Majd a zenbot mesél magáról. No, milyen? Ez egy kicsit sok lesz már, mert tudod, kimerül, hát. Köszönöm szépen. Úgyhogy örülök, hogy ezt az estét együtt tölthettük. Megköszönöm a kitűnő kérdéseiteket. A zenbot természetétől kezdve az érzelmeink, gondolataink természetét is egy kicsit megismerhettük mélyebben. Én kívánom azt, hogy mindenki őszinte és tiszta elhatározással haladjon azon az úton, amely mélyebb megismeréshez és minőségi tudathoz vezeti. Mert ezáltal tehetjük magunkat és a világot jobbá. Köszönöm a figyelmet!